Melyik a legjobb észfilm, amit láttatok? Melyik a legjobb grúzfilm, amit láttatok? Ugye sokat láttatok? Nyilvánvalóan a több száz közül kiemelkedik a Mandarinok. Borzasztó a címe, de ettől ez még lehet egy jó film. Nem kínai nemesekre szól, hanem valóban egy mandarinligetről a háború közepén. Mert hogy Kaukázusban időnként háborúkat vívnak, és hogyha te oda kerültél észtként, akkor nem tudod, hogy nem téged fognak írtani, mert hogy te, neked mi közöd ezekhez a konfliktusokhoz. Szakinak van egy alaptörténete a 20. század elejéről, melyben két ellenséges vetélkedő emberre ráesik a fa, nem tudnak mozdulni, kibékülnek, és akkor most jön a lankasztás, lohasztás, nem a felszabadító csapatok szedik ki őket a falól, hanem a farkasok. Grúzok harcolnak az abházok ellen, feltűnnek a csecsen zsoldosok, és hát persze az oroszok. Tökéletesen nézhető film, szerethető alkotás, nem is olyan hosszú, színes, gyönyörű a grúz táj, nem is tudjuk, hogy ez maga az Édenkert, nem? És hát azóta 20-szor beraktuk a film zárózenéjét. Nem is mondtuk a rendező nevét, mert nem tudjuk. Korjeme, vagy korjeme? Minden egyébként szabirajtel? A kedvencem egyébként a térségben vallásra, mert vannak ott ortodoxok, meg muszlimok, de a kalmükök is arra élnek, nem messze, akik meg buddhisták. Te is vagy a kalmüköket? Persze. Hát ez fantasztikus, ugye Leninnek? Zaza Urusadze. Ez az első észfilm, és az első grúzfilm, amit jelölnek Oscar-díjra. A lánya az, ami mondjuk esetleg konfliktus szűrhetett volna, és nem tudom, barátságot hozott létre mégis. Nagyon szeretjük a feministákat, nagyon szeretjük a csajokat is, de itt van egy fénykép, és a zeneszerzőnek a neve, Szabi, biztos, hogy tudod a nevét. Igen, igen, csak nincs fölírva. Az évszázad legnagyobb észt színésze. Jó, de ez most, Szabi, ez... Whatever that means. Oké. Okay. Többféle férfiasság van, erről szól a film. Nagy-nagy szeretettel és nagy-nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én Vigóczki Máté. Én pedig Szőnyi László Gyula. Mandarinok! Zaza Urusadze 2013. Kinek lesz első mondat a gyerekek? Egy háborúban két engesztelhetetlen ellenség egy bölcs irányítása alatt kénytelen kijönni egymással. S a mandarinligetek árnyékában megjelenik mindannyiunk közös embersége. Egy elfeledett háborúban felfedezzük az elfeledett emberiességet is. Ennyi. De jó, nagyon szép. De te meg fényképezkedsz, Gyula, egy mondatot mondtatok, ez egy mondat. Jó, én most csináltam azt a fotót, amit majd fognak nézni esetleg a nézők, hogyha ebből, mert hogyha ebből a hallgatottságból nézettség lesz. Na, de szépen megmondtam, de még semmi közöm a filmhez. Tehát a messzi és zord Kaukázusban fekvő festői grúziai abháziában érik a gyümölcs, két öreg uráli finnugor és öreg ember, akik minek mentek oda, és noha tombol körülöttük egy háború, az ellenség a kapuknál, nem hajlandóak hazamenni, de hol a haza? Tehát maradnak, és a többiek is jönnek, meghalnak, megsebesülnek, és két túlélő katona, egy grúz és egy csecsen, a ház két szobájába kerül fekve, hogy felgyógyulva kinyírják egymást. Észtek, grúzok, abházok, oroszok, csecsenek. Máté, vágjál rendet, kérlek, a nemzetiségek között. Hát, erre hány percünk is van? Eleve, milyen nyelven nézted ezt a filmet? Te oroszul vagy csecsenül? Egész pontosan milyen nyelveken néztem ezt a filmet. Ha jól emlékszem, akkor grúz, észt, orosz, két mondat csecsenül. És talán még abház nyelv is van a filmben, szóval ez eléggé reprezentálja azt az etnikai sokszínűséget, ami egyébként Grúziára is jellemző, Abháziára is jellemző, Oroszországra is jellemző, meg a Szovjetunióra is jellemző volt. Tehát ez a történelmi része a dolognak, ami szerintem kevésbé ismert, hogy mennyire sok etnikum élt a Szovjetunióban, meg most az Oroszországban, amelyek közt az ellentétek, hát mondjuk úgy, hogy eléggé el voltak nyomva egészen a 80-as évek végéig, és onnan már egy picit el lehetett kezdeni beszélgetni az
ellentétekről, vagy a történelem másként értelmezéséről. Nagyon hamar tüntetések, verekedések, helyi konfliktusok és háborúk törtek ki. Ennek az egyik példája ez a film, amit láthatunk. Nekem a kedvencem egyébként a térségben vallás, mert vannak ott ortodoxok, meg muszlimok, de a kalmükök is arra élnek, nem messze, akik meg buddhisták. Te ismered a kalmüköket? Persze. Hát ez fantasztikus. Ugye Leninnek az egyik nagy szülője származott onnan, de ő nem volt menedéket buddhista. Vettek a szangában, Buddhában és a Dharmában. Ez gyönyörű, Szabi. Hát ez most megleptél. Na és akkor, hát a filmnek a címéről két szót. Ez egy kínai tisztviselőket jelöli. Igen, egyrészt nem indítja be a fantáziánkat, és hát Szabi, szerintem te most azt gondolod, hogy egy baltával álmában kellene agyon csapni, aki ezt a címet kitalálta. Nem, itt most egy csúnya, keserű poém volt. Számban a nyál, amikor a mandarinokra gondoltam, egy gyönyörű mandarinligetre. Ez egy zöld és szürke film. Egyébként lehetne ez a mostani feladatunk, hogy találjon ki valami címet, amikor autókáztunk hazafel, akkor vicces filmcímeket mondtatok. Lehet, hogy más műfajban. Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy a Bolygó Neve nevű Facebook csoport ebben a versenyben az élen áll. Én ez alapján gondoltam, hogy egyéb film címeket is ki lehetne nekünk is ötleni. Viszont szerintem ez a film nem érdemli meg, hogy valami vicces címmel elrontsuk az egésznek a hangulatát, de javítsatok ki, hogyha ti nem így gondoljátok. Igazad van. Egyébként a rendező 1965-ben született, és már nincs közöttünk, tehát fiatalon elvitte szívbaj Zsaza Urusadze. Ez az első észfilm, és az első grúz film, amit jelölnek Oscar-díjra. Uh-huh. És azt még a rendezőről mondjuk el, hogy az egyik kedvenc költője, hát Magyar Arany János. Petőfit is nagyon szerette, ugye ott Barguzin környékén. És hogy érződik is ez az Arany Jánosi hatás, mondd. És akkor most szavalnék. Edward király, Hagol király? Az egy másik, azt másik filmnél fogjuk elsütni, Arany János mindenki forgatja. Egyébként tudtátok, hogy a rettenthetetlen angol királya az Edward. Mi Edward király? Na de visszatérve ide. Szóval... Műhely körül a bánatos fér sóhajtva jár nyög nagyokat. Ide fehérlenek deszkái, éppen azok közt válogat. Amasztalán bölcső leendett, menyegzős ágy, eme darab. Belőlük elhunyt hitvesének most, íme koporsót farag. Hogy jön ez ide? Hogy a főhős... Ez a kezdőkép, ácsként, asztalosként dolgozik. És akkor azon gondolkodunk, hogy ő most mit ácsol... Aztán kiderül, hogy ládákat, de azért mi magyarként sejtjük, hogy ez az ácsolás, ez majd mást is fog jelenteni a film során. Ide szúlom be a kérdés, hogy van ki azt írt, hogy a feleségét is eltemette itt. Ez a fiát igaz? Biztos. A fiát biztos, de spoiler, a feleségéről van szó. Maradjunk annyiban, hogy lehet spoilerezni, lohasztani és lankasztani. Tehát aki nem nézte még meg a filmet, az nagyon nézze meg, és akkor állítsa meg az adást, és hallgassa meg a rettenthetetlenről készített fergeteges. Szóval akkor a felesége is itt nyugszik? Nekem nem volt egyetemű, szerintem hazament Észtországba. De lehet, hogy csak én akarom belelátni. De akkor miért a lánya fotója van csak kirakva? Ez egy jó kérdés, nem elváltak? Vagy elment a feleség egy csecsen harcossal? És a fiáról miért nincs kép, tehát most ezt lehetne még így szerintem folytatni. A lánya az, ami mondjuk esetleg konfliktus szülhetett volna, és nem tudom, barátságot hozott létre mégis. Jaj, de gyönyörűen mondod, ezt azért mondod szépen, Máté. Mert egy maszkulinista film. Mert ez egy maszkulin film, tehát hogy mi így a feministáktól is elnézést kérünk emiatt. Szeretjük őket. Nagyon szeretjük a feministákat, nagyon szeretjük a csajokat is. De itt van egy fénykép. Itt egy ellentétet érettem. Itt van egy fénykép. Igen, az egyetlen nő a filmben. És egy fénykép. Egy szent ikonná válik, de nem? De szép, igen. Mondjad. Az jutott nekem eszembe, hogy nem kötődik ehhez a filmhez. Hát az angol címét mondanám, a In Bruges. Az a film is arról szól, ott is férfiak vannak. Az is egy eléggé, mondjuk úgy, hogy férfias film. És az is arról szól, hogy az adott szónak mekkora súlya van. Amit kimondunk, az úgy lesz. Hiába mondjuk emberek megöléséről vagy nem megöléséről van szó, ha én egyszer azt kimondtam, bármi történik, azon nem fog változtatni. Ez nem is így vagyunk, mert mi is férfiak vagyunk.
Hát erre kell törekednünk szerintem. Amikor megpillantják a nő fényképét, akkor nem az ikon az első, ami eszükbe jut, de figyelmezteti őket a nő apja, hogy ne tégy megjegyzést, ne merészelj. Ezzel ez letiltja ezt a részt. De miért van kinn az a kép akkor? Hát csak nekem? Észtországi elvágyódás. Te nem tudnám ilyen szépen ezt így minősíteni. Tehát, hogy egyszerre gyönyörű a zene, áldassék a grúz zene, és a zeneszerzőnek a neve, Szabi, biztos, hogy tudod a nevét. Igen, igen, csak nincs fölírva. Itt valami Adze Madze nevet, Zaza Madze nevét behozhatnád, de majd később akkor bevágom, vagy valami effektet is. Tehát gyönyörű a zene, fenséges a táj, áldassék a grúz apháztáj. Lehet, hogy ezt le kell tiltani ezt az adást. Áldassék az operatőrnek a neve, akinek biztos tudod nevét, Szabi. Szörnyű vagy, Gyula, szörnyű vagy. Egyébként a 20. század elején van Szakinak egy Betolakodók című novellája, amit tegnap bátorkodtam kollégáknak elküldeni, és ez az alaptörténet. Most beszéltünk egy kicsit a történelemről, ez igazából egy minta, egy modell, vagy ez a novella, tehát egy fa alatt két ellenség egymásra utaltságban találja magát, eleinte bizalmatlanok egymással, aztán megtanulják meglátni a másikban az embert. És akkor erről vannak filmek. Az operatőr Rein Kotov, a zeneszerző Niaz Diaszamidze és Irakli Harkiviani. De amit itt mondtál, Szabi... Frank Sinatra egyetlen filmet rendezett, csupán a Bátrak, annak is ez az alaptörténete. Pokol a csendes óceánon, John Boorman, vagy pedig Máté kedvenc filmje, kedves ellenségem, Wolfgang Petersen. Róma és Júlia, ugye ott a szituációban vannak bezárva. Hatos fogat, ugye a Western alapja, de Tarantinónak az aljas 8-as, szerintem már hallottál arról a filmről, Szabi. De Máté tiltakozott, nem ez a kedvenc filmje. Mondjuk úgy, hogy én gyerekkoromban féltem tőle, felnőtt koromban megnéztem, hogy de traumatizáljam magam, és hát mondjuk úgy, hogy eléggé nem üti meg azt a színvonalat ez a film, hogy én egyébként a mondanihoz hasonlítsam, leszámítva az alaptörténetet. Aztán ott van, akkor igyekszünk olyan filmeket mondani, amik megütik a színvonalat. A Gyilkosság az Orient Expressen, bár ott mondjuk sok ellenség. Hát mi történet, hogy össze vannak zárva az ellenséget. De nem tudom megbecsülni az ellenséget, hanem kipurcantják, spoiler. Hát ez egy más megközelítés. Más az egy gyakorib egyébként. Aztán az Ádám almái, csak hogy is milyen érdekes, hogy itt igen, legalábbis, hogy én így behozom, hogy a drámától megyünk a westernen át a krimiig, meg a szatiráig, de akár lehetne ez egy vígjáték is, valami szilveszteri vígjáték, ahol együtt töltik a szilvesztert, és kitalálnak valami játékot, hogy mondjuk a telefonunkat nem veszük fel. Tehát ez az összezártság, de szerintem ez onnan származik, hogy a családunkban mi is össze vagyunk zárva furcsa és elviselhetetlen rokonokkal, vagy talán mi vagyunk azok. Vagy egy rádiódásba össze vagyunk zárva. És igazából mi utáljuk és ellenség igen. Egymást, és ellenségesek vagyunk. Vagy nem megtanultuk, hogy... Így van, de itt ebben a fél órában muszáj az együttműködés. Háború zajlik, és keresztűzbe kerül ez a két észt ember. Hogy kerülnek oda észtek, Máté? Eleve nagyon nagy volt a népeknek az össze-vissza költözése a Szovjetunióban, és hát mondjuk úgy, hogy az észtek között nagyon nagy arányban voltak azok, akikben volt valamekkora, nem azt akarom mondani, hogy vállalkozói szellemet, a Szovjetunióban ez ugye olyan sokat nem jelentett, tehát olyanok, akik mondjuk így segítik, hogy meg tudják szervezni a helyi közigazgatást, ipart, vagy éppenséggel, hogy a filmben látjuk a mezőgazdaságot. Tehát itt azért azt ne felejtsük el, hogy itt a Szovjetunióban mandarinokat termeszt. Én ezt gondolkodtam, hogy az észteknek mi köze, akkor oké, nincs közük Grúziához, meg Abházi, mi közük a mandarin hát, termesztéshez? Ki termesztene jobban mandarint, mint egy finnugor? Hát a mandarinoknak ott a helyszínhez van közel, ez az abházia. Jó, de hogy nálunk a bolgár kertészetnél, ide jöttek messziről a bolgárok, és értettek a ilyen-olyan zöldségek, gyümölcsök, virágoknak a termesztéséhez, és azt itt meghonosították Magyarországon, de ott az észteknek valami mást kellett vinni kellett volna valamit, vagy szóval mindegy. Jó, de a paprikát Kolumbusz előtt nem ismerték a magyarok. Az igaz. De szép, én közben az észteknél azon gondolkodtam, hogy nem az, hogy minek mentek oda, hanem van egyszer egy fenséges kívülállásuk, ezt esztétikai értelemben is értem ezt a fenségest, de ugyanakkor meg mindenki vadászik rájuk. A háborúnak, amikor már az a törvénye, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van,
akkor már ők mindenkinek a céltáblái lehetnek. És itt gyönyörű fordulata egyébként ennek a filmnek a vége. Spoiler. Tessék? Kezdjük azzal. Hát amikor a kiderül, azt gondolnánk a főhősről, ki, hogy mi a neve? Ivo? Hogy nem az a kérdés, hogy minek ment oda, hogy miért maradt ott? Miért maradt ott? És hogy a fiát elvesztette, ez egyik fordulat, és kiderül, hogy a fiát a grúzok ölték meg. És innentől kezdve ez egy különösen bátor film. Gyönyörű ez a szimbiózis, ahogy a szomszéddal egymásra vannak utalva. Szomszédnak mandarin ligete van, ez az egyetlen szín a filmben, ő pedig dobozokat gyárt ezekhez a mandarinokhoz. A szomszéd az a mandarin szület után el akar menni, ő maga is Észtországba akar menni. A főhősünkről, akit Lambert Ulsterk játszik csodálatosan, sosem derül ki, hogy ő is elmenne, én gyanítom, hogy nem. Tehát ő még a mandarin szület után is itt maradna, hiszen a fia itt van eltemetve. Szerintem ő egy olyan karakter, akinek van egy ilyen mások által nem megérthető célja, vagy valami, amiért ki kell állnia, vagy küzdenie kell, még akkor is, hogyha az ilyen irracionálisnak látszik. És ez szerintem minket is válaszás elé állít, hogy akkor most ebben támogatjuk-e őket, vagy támogatnánk-e őket, mi ezt csináljuk, vagy más csinálnánk-e. Minden esetre ez a makacsság adja szerintem az ő legjobb tulajdonságát. Nagyon-nagyon szerethető figura, és ezért is szeretjük ezt a filmet. Az évszázad legnagyobb észt színésze. Jó, de ez most Szabi, ez... Whatever that means. Oké, ezt észtül is elmondhatnád. Így. De senki földje. Francia, angol, boszniai filmdrámához szokták hasonlítani, annak észt változata, vagy észt grúz változataként. De ez csak a hadviselőknek senki földje, az ő számára ez valakinek a földje. De miért? De itt is, de ez tök jó, hogy ez szóba kerül, hogy itt én viccelődöm ezzel a minek ment oda esettel, mert itt mindenki ilyen minek ment oda figura, az észt is, a csecsen is, meg az orosz is, és az orosznál látjuk, hogy egyszerre ez a kettőség náluk is megvan, hogy az orosz az a lingua franca, az a közös nyelv is lehetne, meg aztán a végén az oroszok egyesítik az összes meglévő szereplőt. És ez a közös... csodálatos szerepük nekik, igen, a népek óceánjában. És közös ellenségként lehet rájuk lőni. Valaki Spaghetti Westernnek nevezi ezt a filmet, ez nekem nagyon tetszett. De miért tetszett? Hát akkor még grúz ételt kellett volna Western, mondani. Igen. Te, van valami speciális grúz étel? Bocs, csak speciális grúz ételek vannak, nem a reklám helye, de Budapesten is vannak nagyon jó grúz éttermek, ajánlom mindenkinek, jó. Akár randi helynek is tökéletesek. Na, ez egy következő elemzés. Hát ezt nem tudok hozzászólni. De annyiban Spaghetti Western szerintem, most a spagetti arra utal, hogy nem Észak-Amerikában játszódik, hanem egy onnan kiszakított tájon, de western hangulatban, western hősök, magányos western hősök, még akkor is, hogyha a fegyverzetük egyel modernebb, de azért nem nagyon modern. Az a bizonyos jelenet, amit volt szó, hogy akár vált vetve is tudnak harcolni, az szerintem azért egy fontos része ebben a háborúban, mert tényleg tehát abban látjuk, hogy itt felülíródnak mondjuk az etnikai ellentétek, és az a bajtársunk, akit mellénk sodort a gondviselés, és mellette kell kiállnunk, őt kell megvédenünk. Egy ilyen spontán szituációban egyébként az ellenségekből is milyen könnyen bajtársak válhatnak. Ez is szép. Csakapuli Western. Ugye már jó? Nekem az egyik fontos kérdésem, egyébként a nők már szóba kerültek, és milyen jó, hogy nincsenek itt nők, mert akkor itt lenne egy plusz rettegés faktorunk a film nézése. Igen, közben. És milyen jó, hogy itt az elemzésnél sincsenek, őszintén beszélhetünk. Így van, hát mégiscsak férfi film. Szóval, hogy mire iszunk, nekem volt egy kedves ismerősöm, aki ezt tökre fontosnak tartotta, hogy jön ez ide, mert itt azt mondja a főhős, hogy a halálra. És de ezen akkor el lehet merengeni, hogy ez mit jelent, hogy mire iszunk, ez vajon az imádsággal kapcsolatban, hogy miért fogunk imádkozni, vagy hogy mi mellett állunk ki, Szabi, vagy mire öntjük jó kívánságainkat? Szabi, most neked őszintén elmondom, hogy annyira jó ez a film,
meg még egy pár hasonszőrű vedd orosz... a kupicát, hogy menjünk. Ígyunk erre, de először szerintem menjünk az országba, diákokkal találkozunk, mutassuk meg neki ezeket a nekik ezeket a filmeket. Mondjuk orosz filmekről lehet. Igen, Szegedre, és mondjuk Pécsre, és akkor az tök jó, hogy a szegediek mehetnek Pécsre, a jönnének debreceniek, de ez csak kéne egy olyan, hogy győrieket lehívni Szegedre orosz filmeket nézni, de hogy ott lehet, hogy akkor egy ilyen órán erről lehetne beszélgetni, hogy mire iszunk, de ne csak az, hogy egészségedre, hanem olyan szép dolgokra is lehet inni, hogy kicsit tudatosuljon bennünk, amikor iszunk, meg amikor valamire iszunk, hogy itt azért akár hálásak is lehetünk. Ugye ez az ősi áldozati italoknak a maradványa is. Tehát valahol azt olvastam, hogy azért kocintottak, hogyha meg van mérgezve az ital, és összekocintjuk, akkor a méregcsöpp a mi poharunkba is átcsöppenjen, amit a másiknak öntöttünk. Ez jól hangzik, nem? No. Nekem itt a filmes kocintós jelenetek kapcsolatban most hirtelen az jutott eszembe, hogy ez egy kicsit olyan kocsma filozófiának hangzik, és ezt annyira nem szeretem, de ez a kocintsunk valami olyanra, amire, hogyha életünkben utoljára kocintunk, kocintani szeretnénk. És itt ebben a jelenetben azt hiszem ez elő is fordult. Tehát ott ittak talán először is, meg utoljára is együtt, és akkor annak ilyen szempontból nézve már volt tétje, hogy akkor most így összegyűltünk. Tehát a csécsén az így volt? Nem. Oké. Okay. Hát életünkben utoljára még akkor ígyunk valamit. És akkor erre van az az értelmezés, hogy lehet, hogy lenne olyan diákunk, aki azt mondaná, hogy talán emiatt marad életbe az öreg, nyilván ezzel mi nem értünk egyet. Mert a halálra ivott? Igen. Kérdétek, van a pohárvíz technika, annak az a lényege, hogyha választ szeretnék adni egy kérdésedre, akkor tedd föl magadnak úgy, hogy miközben megiszol egy pohár vizet. Mert olyan ősi a kapcsolódásunk a vízzel, és az agyadat ekkor ráállítod erre a problémára, és majd néhány óra, néhány nap múlva beugrik a válasz. És akkor ez jutott eszembe a kocintásról, tehát az alkohol az még mennyivel szentebb, mint a víz, és hogy tehát egy sajátos tudatállapotba kerül már a kocintáskor az agy, és valami értéket mutatunk fel ilyenkor. De térjünk vissza, nekem az egy nagyon kedvenc pillanatom a filmben, amikor jönnek az oroszok, vagy a csecsenek, vagy hogy is van, és mondjál valamit csecsenül. És akkor ezt mi, akik általános iskolában jártunk, nem tudom, ti jártatok-e, ott a harmadikban volt egy olvasmány, ki is színeztük, mármint akik ügyesek voltak, hogy kuruc vagy labanc. És hogy aztán a végén azt mondja az illető, ami külföldi, hogy tudom, csak üssetek, némi mazohizmus hozva a történetbe, de a marosvásárhelyi Fekete Márciusnál is ment ez, hogy megkérdezték az illetőtől, hogy magyar vagy román, mutassa a személyigazolványát, mondjon egy mondatot románul, és akkor azt szerint ment az elverés. Szóval, hogy ez egy egyszerre olyan abszurd, vagy groteszk, de hogy ez tényleg többször megtörtént a történelemben. Ahogy az eredeti novellában egy fa alatt van a két ellenfél, itt egy öreg embernek az óvó, vigyázó bölcsessége alatt vannak. Mert hogy mind a két hadviselő fél ellentétes csapatokból megsérül, és az öreg beviszi a házába. És akkor ismerteti a szabályokat. A szabályoknak az a lényege, hogy amíg ő nem akarja, addig senki nem fog meghalni, senki nem fog megölni senkit ebben a házban. És a felek egy ilyen hálából engedelmeskednek neki. És akkor megteremtődik ez a interetnikai tér, tehát ez a nemzetiségek közötti együttélés, ami egyben egy vallásközi tér is, és a filmben vannak utalások arra, látjuk imádkozni a muszlim kollégát. Rácsodálkoznak egymás hagyományaira, vallási hagyományaira is. Nagyon érdekes volt, amikor messziről nézzük a tájat, olyan, mintha az édenkertben lennénk, lásd mandarin, nem is biztos, hogy paradicsom volt az, sőt, biztos, hogy nem az volt. Mandarin legalább nem annyira biztos, lehetett alma. Volna. A Szentírás nem nevezi meg, hogy milyen gyümölcs volt. Ja tényleg, de hülye vagyok, nem paradicsom, hanem alma. De lehetett volna paradicsom is, mert az még szelvesebb magyarul. Igen. Szóval itt van ez az édenkert, vagy ez a gyönyörű táj, közben rájuk súlyosul, kedvenc igéd Szabi, a háború a berzenkedés pokla, mellett, meg a vekengés mellett, és aztán ott van a békének ez a mandarinos szigete, gyönyörű hagymahéjas értékszerkezet ez, de végülis a filmnek a végén van egy
csatajelenet, amire már utaltunk. Én provokálnálok benneteket ott, mert ez a kérdés lényeget. Tehát ott az oroszok, amikor fölteszik ezt a kérdést, amit mondtál, hogy igazolt, hogy csecsen vagy, hirtelen mindenkinek az ellenségévé lesznek. És nekem ez a provokatív kérdésem, igazítsatok el, hogy erről szól a film, hogy van ez a sok nemzetiség, észtek, georgiaiak, csecsenek, és mások, és fogjunk össze a közös ellenség az oroszok ellen. A végén ugye legépuskázzák az oroszokat, igaz, hogy ők is szenvednek veszteségeket. Nem rombolja le ez a jelenet az egész filmnek a béke üzenet? Mondjon valamit, Márti, aztán majd helyre rakom a dolgot. Egyszer egy nagyon bölcs ember, akit én nagyon sokra tartok, mondta az, hogy ha egy filmhez hozzátesz valamit, akkor azt a rendező úgy akarta, hogy elvesz tőle, akkor viszont nem úgy gondolta a rendező. Tehát, hogyha itt most ebben azt látjuk, hogy igazából mindenki, mondjuk azt, hogy képes egy másik etnikumot gyűrölni, itt most ki vannak az oroszok nevezve, mint mit tudom én, minden rossznak a forrásai, akkor az szerintem lerontja a filmet, és a rendező nem így gondolta. De hogyha azt látjuk, hogy van egy külső hatás, aminek az eredményeként itt egymással egyébként szemben lévő emberek bajtársakká, társakká, vagy egy kis családdá válnak, akkor szerintem gazdagabb lesz a film, és teljesen mindegy, hogy most ezek milyen nemzetiségűek. Akkor abházok is lehettek volna, de itt ebben a pillanatban ugye az oroszok játszották ezt a szerepet, tehát én inkább úgy gondolom, hogy az egészet abba az irányba kell megközelíteni, hogy itt van egy külső hatás, aminek eredményeként itt egy olyan közösség jön létre, amely tényleg vérrel kötődik össze. Én azt hallottam, de ez maradjon köztünk, hogy a rendező az egy ilyen zedazeni iszogatás közben, biztos, hogy ismeritek a zedazenét, imádom. Szóval elárulta, hogy igazából háborúpárti, és ez hihetetlen nagy átverés. Ez olyan, mint a Mindenki című film, ami pont az ellenkezőjéről szól, mint aminek be van állítva. Ő azt szeretné, ez az összes nemzetiség megszínni. Akár, mert hogy itt tényleg a végén örülünk, drukkolunk az oroszok ellen, hogy akkor most igenis jó dolog ez a harc, jó dolog ez a háború, hogyha mi kezünkben van a géppuska, és az ellenségünk hal meg. Nem, ez nem igaz, ez érezzük csak a provokációt. Jó, de azért itt elgondolkodunk, de végül is a Máté válasza megadta végül is a jó feleletet. Jó, ez a bölcs, én ő rajta gondolkodtam, de valószínűleg a rendező is ő rajta gondolkodott. A többieket elfelejtjük, meg az arcuk elhalványodik, ahogy telnek a hetek, hónapok, évek, de ezt az arcot, ennek a bölcs öregnek a tekintetét és tartását, azt nem fogjuk elfelejteni. Ő egy kívülálló, egy olyan kívülálló, aki úgy döntött, hogy kívülálló lesz. Tehát egy olyan kívülálló, akinek megölték a gyerekét, az egyik hadviselő fél, akinek a kertje végében mindkét hadseregből emberek halnak meg, aki szomszédjának szétlövik a mandarin kertészetét, de ő úgy dönt, hogy ő a dobozokat gyártja. Ez az ő hivatása az életben, és gyógyítja a sebesülteket. Megjelenik a filmben sok bibliai kép is, például a saslikevés olyan furcsa utolsó vacsora hangulatot hoz, és végül is tényleg ez az utolsó vacsorájuk, és még olyan jó oldott hangulat is van még közös nevetés. Így igen. Van. Férfias játékok. A humor fontos, de ahogy fenyegetőznek, hogy majd mindjárt kinyírják egymást, miközben ágyhoz van kötve mind a kettő a film elején, abban van egy ilyen svejki groteszk. Egyeket igen. És vagy egy gyaloggalopból a levágott kezű és lábú lovag. És akkor egyszerre az is milyen erős jelenet, amikor együtt eszegetnek, eltűnik a ivó, és akkor arról beszélgetnek a háttérben, hogy biztos megsértődött, de visszaszól elég közönséges módon, hogy éppen most mit csinál. Ezt érezzük csúcspontnak, majd nem telik el két másodperc, és bang, 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 támadás érte őket, a szomszéd Markus házát kilőtték mindenestül, elvesztette az mindenét, és azért ez eléggé szívfájdító jelenet. Többféle férfiasság van, erről szól a film. A,
a hazaszeretett férfiasságát is bemutatja, a zsoldos szolgálatnak a férfiasságát is bemutatja, az ilyen mandarin termelésnek idegen földön várva az utolsó született annak a férfiasságát, de legfőképpen ennek az öreg embernek a férfiasságát, aki visszautasítja, hogy fegyvert ragadjon meg, meg a szomszéd visszautasítja, hogy olyan pénzt fogadjon el, amelyet zsoldosként kerestek. És akkor ezekből a fölkínált férfi gépekből mi is összerakosgathatjuk a saját férfiasságunkat. Nem tudom, bennetek mi volt a legerősebb érzés, amikor néztétek a filmet. Olyan megható erős film is, mert hogy szinte az összes szereplőt megszeretjük, a beérkező orosz katonákat leszámítva. És aztán utána végén vannak még benne azok a csavarok, amikre már utaltunk. Még a végén, a vége utáni végén Ahmed megy a kocsival, és mi történik? Egyszer csak berakja a sárga magnó kazettát, amit a grúz gyerek tekergetett. Gyönyörű vidéke megy, ez is egy picit az Ádám Almáinak a autós zenehallgatását idézi meg. Kicsit kilógott a filmből nekem az a jelenet, amikor a mozival viccelődnek, lelöknek egy kocsit az árokba, és aztán megjegyzik, hogy a filmekben föl szokott robbanni ilyenkor a kocsi, de a mozi egy nagy csalás, ezt feleli rá. Igen, de ez a grúz humor. Talán az is benne volt, és itt tényleg akkor most kicsit mentegetem a rendezőt, hogy ezért is azt sugallt, hogy ezek az emberek életükben nem láttak háborút. Csak filmben. Ennyire paradicsomi körülmények közt élnek meg háborútól távol. Vagy azt mondják, a filmben szégyen, hogy ilyen bátor emberek is megöregszenek. Ő pedig arról fogadja őket, hogy mi jogosít föl, hogy öljetek. Ez maga a líraiság. Mandarinok, Zaza Urusadze 2013. Én Vigóczki Máté voltam. Én Szűnyi László Gyula. Én Nagy Pál Szabolcs. Ez volt a Tekercs és tekintet.